Mielőtt a Soma beszélne, bár most is ő fog beszélni, csak nem élőben, én igazából úgy ismertem meg a Somát, hogy néztem egy videót, van egy Felmentve nevű honlap, ahol emberek beszélnek az életükről, és számomra különösen fontos mindig az, hogy valaki őszinte legyen, és amikor hallottam a Somának az előadását, ezt a néhány percet, nagyon megérintette a szívemet, és már akkor elhatároztam, hogy meg fogok vele ismerkedni, és meg is fogom hívni, és most már másodszor tudom meghívni, mert nyáron volt egy ifjúsági konferencia, ahol ott volt, és most pedig itt van a gyülekezetünkben is, tehát nagyon hálás vagyok, hogy itt van közöttünk. És most meg fogunk nézni egy rövid kis 5 perces videót, aminek a címe Felmentve Zámbori Soma. Meg van már jelölve, meg tudjátok indítani. És utána pedig rögtön a Soma fog jönni. Mielőtt elkezdjük. Szeretne valaki kiszállni? Én egy állat vagyok? Alex, az oroszlán! Látszik, hogy büszke a sérójára. Olyan szép sejmes. Elnézést. Szuperhősnek készültem. Nem halok meg. Talán majd máskor. Isten éltesse! Csak egy Isten van. És lefogadom, hogy nem ilyen ruhát volt. FBI! Ez az ajánlatom. Mit szólsz hozzá? Psst. Indul a banzáj! Hát színész nem akartam lenni, az tuti. A leginkább azt hiszem, hogy agysebész akartam lenni, és öttusa olimpiai bajnok. Úgy nagyon vártam arra, hogy belearakjak abba az aranymedálba, és szóljon a himnusz. Aztán persze egy baleset miatt ez nem jött össze, és valahogy így oda terelődött az életem, hogy így színész lettem. A csíkokon át a fű, az alkohol, a pia, a habpatron, az ilyen parti, olyan buli, szóval mindenféle vallás irányába elment az érdeklődés. Ami keleten, ami nyugaton, ami délen, ami éjszakon, az nekem mind, mindenhol oda mentem. Vagy a kaja miatt, vagy a csajok miatt, vagy nem tudom, valami miatt mindig. Benne ebben az egész kalamajkában azért egy dolog baromira nyugtalanított, hogy nagyon féltem a haláltól. Mi a franc ez az egész halál téma, halál dolog? Teljesen véletlenül egyik nap elmentünk volna a barátnőmmel, mennyasszonyommal a moziba, nem tudtunk elmenni, és valaki a kezünkbe adott egy ilyen meghívót, hogy menjünk el egy közösségbe. És ebben a keresztény gyülekezetben annyira megtörtünk, és annyira... Tudod, amikor így megérzed azt, hogy tényleg Isten szeret téged, és hogy van neki egy fia, aki azért született le ide a földre, hogy higgy benne, és hogy így átveszi a bűneidet, és szeret téged, és onnantól már nincs tovább. Nagyon-nagyon sírtam, és nagyon örültem. És nem volt több kérdés, hanem nyugi volt, pihi volt, és biztonság volt. És a nagy belső kérdőjelek azok így szétrobbantak. Valami ilyen újjászületetnek éreztük magunkat, ez nagyon nehéz így szavakba leírni. Ez az egész találkozás Istennel, ez fenekestől felforgatta az életünket. Tudtuk, hogy nekünk össze kell házasodni, hogy nem csak ilyen együttjárosdi van. Bár ugye döntés az megszületett, hogy Jézus mellett tettük le a voksunkat, valami nem tetszett. Mindig. A kollégák, a művésztársak, ők nagyon vagányok voltak. És gyülekezeti emberek meg olyan tarisznyás múrnyók. Olyan porosak, olyan ájtatos, olyan műszentek, olyan műszent pillák. Nem tudom, olyan furák. Ott nem volt szimpatikus a pásztor, ott nem volt szimpatikus a dicsőítés, itt ez volt a baj, ott amaz volt a baj. Tehát nem a gyülekezetekkel volt a gond, hanem velünk volt a gond. Tehát mi néztük tényleg egy rossz szemüvegen keresztül a világot és az embereket.
ahogy bennünk kialakult egyfajta megnyugvás és béke, úgy meg is találtuk a közösséget. És az a pálfordulás, amely igaz, hogy egy pillanat volt nekünk az Isten élményünk, viszont úgy lassan álltunk be a helyünkre. Voltunk egy nyaraláson, ahol hajóztunk, a gyerekekkel dumáltunk, Pál apostoli levél volt éppen az aznapi téma, és akkor mondja egy nagyfiam, hogy tehát apa, hát miért nem csinálsz ilyen keresztény jellegű színházat? Hát milyen szavakat használt, hogy onnan tudnál előadásokat prédikálni, ó, tök jó lehetne zenélni a hajón, és az, itt a kikötőben és az öbölben is milyen sokan hallanák. Úgy szólt, ahogy egy gyerek amúgy nem kéne, hogy szóljon. És kaptam, hát már, fiam. Utána 3 napig nem aludtam, és agyaltam. És így rájöttem, hogy azok a talentumok, amiket rám bízott a Jóisten, ezeket valami hasonlóra tudom használni. Tehát színészként, teológusként és tengerészként kell, mert felelősségem van, hogy jött az az elhívás. Jelen pillanatban ez az egész az, hogy Jeruzsálem és Róma között jöjjön létre egy pálapostol út. Olyan filmsorozat készítésébe fogtunk, ahol tudunk hívőkhöz, nem hívőkhöz, mindenkihez szólni. És az egész út alatt soha ennyire nem éreztem még a helyemen magamat, és soha nem éreztem azt, hogy igen, ezt kell tenni. Ez az irány, ez a fajta kultúrevangelizáció. Jézus az alapja az életemnek. Nincs kérdés ez ügyben. Igen. Ja. Igen. Tudja, hogy zámborisom a fel van. Működik? Ha-ho. Jó estét. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a meghívást. Olyan kedves arcok vannak itt. Csak messze ültök. Én mindig azzal szoktam kezdeni, én is nagyon utálok magázódni. Én vagyok a tömegben szerintem most itt a legidősebb. Én 96 éves vagyok. Ha valaki idősebb itt nálam, akkor kérem jelentkezzen, mert akkor neki van joga itt felajánlani a tegeződést. Én szeretném felajánlani 96-60 évesen, hogy tegeződjünk. Úgyhogy utána a végén majd visszamagázódunk, jó, hogyha van valami baj. De azért téged szeretnélek magázni, jó, így a végén. Szóval köszönöm szépen, hogy itt lehetek még egyszer. Igen, Szilárddal akkor találkoztunk, amikor nyáron lent voltunk az egész családommal ezen az ifi táboron, és egy nagyon jó pár órát töltöttünk, azt hiszem, együtt, és láttam, hogy mennyire nagy béke, és mennyire nagy áldás van a Szili gyülekezetén is, meg ott egyáltalán az embereken. És olyan nehezen tudok megszólalni, nem azért, mert a saját videómat láttam, félreértés ne essék, hanem mert, hogy tényleg itt Jonatánnak. Egyrészt, amikor találkoztunk itt Jonatánnal először, akkor rögtön át kellett adnom egy üdvözletet a feleségemtől, aki mondta, hogy teljesen oda van a hangjáért, és hogy fú, hát mondjam meg neki, hogy nagyon üdvözli, és nagyon-nagyon sok sikert és Isten áldását kívánja a karrierjére és az életére. És hát úgy énekelted itt el, én nem is tudtam, hogy elénekled Pressertől a Popfesztiválból ezt a dalt, ami amúgy az egyik kedvenc dalom, szóval Nehéz Jonatán után, ilyen magasra tett létsz után azért megszólalni, de az én kenyerem nem az éneklés.
Én tanultam igaz a színművészeti főiskolán énekelni, de azt inkább nem szeretném bemutatni. Mert az odáig fajult, hogy csak egy kis vicc, mert nem akarom itt az élet történetemmel untatni a népet. Bár gondolom mindenki jött hideg élelemmel. Én körülbelül este 11:30-ig fogok beszélni, ez így oké? Okay? Tehát reggel a suli az még rendben van. Aztán akik igazán kitartóak, azok 3:30-ig még itt lehetnek, és akkor a Jonatánt fölébresztjük, akkor a Jonatánnak lesz egy kis autogramírása. Nem, csak viccelek. Körülbelül megbeszéltük Szilárddal, hogy olyan 19:30-ig fog tartani ez a beszélgetés. Én egy verset szeretnék most elmondani. Ez az egyik kedvenc versem. Nagyon kevesen tudják József Attiláról, hogy ő a maga nagyon-nagyon hányattatott sorsú életében és abban a furcsa történelmi millióban, de mégis nagyon kereste Istent. És több verse szól, ez egy eléggé ismeretlen verse, amúgy egy fiatalkori verse, de hadd mondjam el most nektek. Tehát József Attila írta, és a címe a kutya. Oly lompos volt, és lucskos, a szőre sárga láng, futott, könyörgött. Tömött, sóhajtó templomok laktak a szemében, s kenyérhéját. Mi egymást keresgélt. Úgy megsajnáltam, mintha belőlem szaladt volna elő szegény kutya. És a világból nyűvötten ekkor mindent láttam ott. Lefekszünk, mert így kell, mert lefektet az este. És elalszunk. Mert elaltat végül a nyomorúság, de elalvás előtt még feküdvén, mint a város, fáradtság. Tisztaság hűsboltja alatt némán egyszer csak előbúvik, nappali rejtekéből belőlünk. Azaz oly igen éhes, lompos, lucskos kutya. És Isten hulladékot, Isten darabkákat keresgél. Nem azért mondtam. Csak szerintem ez egy eléggé ütős, istenes vers, ha lehet így mondani. Amiről beszélni szeretnék, az az, hogy mit helyezett a Jóisten a szívemre. Miért nem énekelek? Ezt a vicces történetet azért még elmondom. Amikor én nagyon lesérültem, tehát tényleg nagyon véletlenül keveredtem a színművészeti főiskola közelébe, és feküdtem a kórházban, sérülten, idáig begipszelve, rájöttem, hogy a 2000-es Sydney olimpia az így delete, tehát abból nem lesz semmi, és hát valamit nagyon kezdeni kéne magammal, és akkor ott győzködtek, hogy végülis mondtál már életedben egy-két verset, mi lenne, ha jelentkeznél a színművészetire. Jó, oké. Én azt hittem, hogy csak verset kell mondani, meg egy-két monológot, tehát volt időm a kórházban megtanulni, elmentem. És hát képzeljétek el, hogy itt be voltam idáig így gipszelve, két ilyen mankó így a hónom alatt, és akkor így kérdezik a tanárok, hogy hát rendben van, oké, okay, mondjon egy verset, jó, elmondtam, és akkor így mondták, hogy hát akkor táncoljon és énekeljen. És mondom, hát nézzenek már rám, hát két mankóval itt állok, hát tényleg, szóval, hogy elég komoly térműtét után voltam. Hát én ezt nem tudtam, hogy itt énekelni kell. Hát maga nem normális, hát ez egy színházi iskola, hát itt azért énekelni kell. Hát csak tud valami dalt. Hát mondom, hát ja, hát az apám tanított ilyen magyar nótákat gyerekkoromban, meg ilyen különböző népdalokat. Hát és fogtam, és a jó kis dupla mankóval elénekeltem a nádaházam teteje, tete. Na, hogy én nekem körülbelül ennyi. Tehát térjem vissza mindenki ahhoz a szolgálathoz, ami az övé.
ez annyiban is maradt. Lehet, hogy ezért vettek fel, igen, mert mondták, hogy ez annyira hülye, hogy, hogy ez kell ide. És na de azért a videó beszélt annyit, illetve a videón beszéltem annyit, hogy én nem voltam olyan szerencsés, mint ti itt az első sorban, skacok. Nekem nem volt ilyen gyülekezet, nem volt ilyen megtartó gyülekezet. Családom miatt sem, meg ott a közegben, amúgy Szolnoki vagyok. Mert nem jártunk a szüleinkkel, nem jártunk vasárnapi suliba, nem volt semmi. Néha mamámmal, aki cibakházi a mai napig, így elmentünk, elmentünk egy-egy református istentiszteletre, de pont így ennyi. És pont ezért volt egy olyasfajta kavarodás, hogy sportolóként ugye feltettem az életemet, hogy na hát itt majd jön az olimpia, és hát tényleg reggel 8-tól délután 6-ig erről szólt az élet, és akkor volt 1-2 óra, amikor lehetett tanulni, és ezt úgy elvágják és elveszik. És ebben a nagyon nagy lebegésben, bizonytalanságban, üres létben, bekerülve a színművészetire 18 évesen, mert hogy a nádaházam teteje miatt fölvettek, akkor totál nem tudtam, hogy merre van az előre. Fogalmam nem volt. És nem mondom, hogy mindenki drogozik a művészpályán, mert nyilván ez így nem igaz. Nem mondom, hogy mindenki alkoholista, mert ez sem igaz. De hogyha te neked, gondolj bele, nem vagy annyira erős személyiségedben még, nincs egy annyira megtartó erőd, nem tudsz kapaszkodni az Úrba, nem tudsz kapaszkodni az üzenetbe vasárnaponként, vagy az igébe nap mint nap. Én igenis teljesen megzakkantam. Ezt most tök őszintén mondom, mert nagyon-nagyon-nagyon kevés választott el attól, hogy mondjuk ma valahol ne egy drogelvonón üljek, vagy akár föld alatt legyek. És küldött a Jóisten egy angyalt az életembe, aki a feleségem ma már 15 éve, és a gyermekeim édesanyja, hála az Úrnak. És azért Jonatán talán ebben meg tud így erősíteni, hogy világi művészközegben, amikor így előjössz azzal, hogy hát az én életem már Jézusé, akkor mindenki hülyének néz téged. Van-e valami közös tapasztalatunk, nem? Kaptatok már ti is ilyet, ugye, hogy hát ez nem vagy normális. Mert hogy még az az idő nem jött el, hogy igazából az életedben a gyümölcseiddel legyél hiteles, hanem csak így azt látják rajtad, hogy mész az Úrral, és elmentek otthonról, nem? Tehát voltatok már így biztos ilyen szituban. És hát tényleg egy olyan közegben, ahol már filmsztárok, színházi sztárok, Amerikát megjárt nagy sztárok, akkor tehát név nélkül, de ma nagyon ismert kollégák, akik most a szakmában vannak, a színész szakmában, színházi szakmában, filmszakmában voltak osztálytársak, képfolyamtársak, dettó. Tehát azt mondták, hogy te nettó hülye vagy. Ez volt a kifejezés, hogy én a dettó nettó hülye vagyok. Pláne, amikor előálltam azzal ebben a közegben, gondoljatok bele, hogy hát találkozol az angyaloddal, találkozol a feleséged, még nem a feleséged, de hát tudod, hogy ő lesz a feleséged. És így azt mondod, hogy hát akkor én őt elveszem. És akkor így mondja az osztályfőnököt, hogy melyik gyógyszered gurult el, fiam? Mert hogy lenni vagy nem lenni, az egy irány. És de te azt mondod, hogy igen, és megyek, és ő az enyém. Én ezért halasztottam is a színművészetén, pontosabban fölálltam és elmentem. Akkor azt mondta az osztályfőnököm, hogy pont letolja ő nagy évben fölülről, hogy most én mit fogok csinálni. Viszont az elsősöknek az osztályfőnök, ez másodikban volt, akkor még 4 éves volt a színművészeti, az elsősöknek az osztályfőnöke, Benedek Miklós, a fiával, aki ma a szövetségi kapitánya a vízilabda válogatottunknak, és 3-szoros olimpiai bajnok 2000 óta, ő előtte volt éppen annak, mert 99-et írunk, tehát pont előtte volt a magyar vízilabda válogatott a 2000-es olimpiának. Ő ezt abszolút átérezte, hogy
itt van egy gyerek, aki sport lett volna, elvágták, majd itt van egy közegben, valamiért fölvettük, nád a házam tete, és így, ha-ho, elmentek otthonról. És nyújtott egy segítő jobbot, és azt mondta, hogy gyere, én átérzem, mert tudom apaként a fiammal, hogy mit éltünk át. És ő tudta azt, mert az ő fia, nyilván azért, mert az édesapja tudta, hogy színész, és volt, amikor színész akart lenni, de jó, hogy Benedek Tibiből nem lett színész, ugye? Milyen jó, hogy szövetségi kapitány lett belőle. Egyszerűen fölkarolt. Visszamentem. Elvégeztem. Azért, mert rám nevelték, hogy nem szabad semmit sem félbehagyni. És ott elkezdtem, hogy miért vagyok teológus. Ja igen, teológus szakon elvégeztem egy főiskolát, pontosabban a KETÁT, Közép-Európai Teológiai Akadémia. Viszont már ezt elkezdtem ugye a színművészetén, és azért, hogy egyre jobban megismerjem az igét és az urat. De fogalmam nem volt, hogy mi lesz a szolgálati terület. Aztán telt múlt az idő, különböző, hát színházban nyilván játszottam, filmekben, különböző ügyekben, de amikor így, gondolom ezzel is tudtok azonosulni, hogy így azt érzed, hogy igen, bejársz dolgozni, csinálod, próbálsz talán szólni is a munkatársaidhoz, hogy figyelj ide, nem biztos, hogy jó dolog kamuzni a főnöknek, hogy ezt most egy kicsit tegyük már rendbe, és úgy le vagy teremtve, tele vagy lehülyézve. Vagy, hát nyilván én is, tehát ebben az egész nagy színházi slamasztikában, most gondoltok bele Nagymező utcán így pont arról beszélni, hogy Jézus szeret téged, hát, ja, nem volt könnyű. És kerestem az utam. Többek között, mert azért annyira anyagi biztonságot nem ad a színház. Balatonról elkeveredtem tengerre, és ezennél bonyolultabb, de csak nagyon röviden szeretném mondani, és végül is a Tengerészeti Akadémiát is elvégeztem, és tengerész kapitány lettem. Pont. De ez csak azért, mert hogy ilyen nagyon-nagyon tanulómániás vagyok, tehát nagyon szeretem a matekot, és szeretem a tudást magamba szívni. És szeretem a csillagászati navigációt, meg a színusz, meg a koszínusz, meg a tanges, meg a kotanges, tehát ilyen agylövött színész vagyok, tök mindegy. És már ott álltam, akkor vittem különböző utakat, vagy nagyobb hajót, konténereket, ott első tisztként szállítottuk a ruhát, a cipőt, a nem tudom én micsodát, vagy legénybúcsút tartottunk a mediterrán tengeren, és jöttek emberek. Miért csináltam? Mert pénzt kerestem. Tehát most ez túlzás lenne azt állítani, hogy másból. Ez egy olyan másodállása volt az életemnek, amivel tényleg lehetett pénzt keresni. És rájöttem, hogy de azért ez se egyenes. A feleségem, nem tudom, így voltatok-e már így, vagy feleségek, én ezt nagyon ajánlom nektek, hogy néha álljatok oda így a férjetek elé, amikor így azt érzitek, hogy rohadt sokat dolgozik, és úgy veletek, aki az élete párja vagytok, tölti valójában a legkevesebb időt, meg a családjával. Az én feleségem egy nagyon tuti mondatot mondott akkor este. Hazamentem úgy, hogy már 35-öket játszottam egy hónapban. Ez azt jelenti, hogy ugye 30 napos emberi mértékben, vagy 31 napos egy hónap, de az, hogy te 35-öt játszol, az azt jelenti, hogy a vasárnapi délutáni előadás is a tiéd, meg az esti, meg egy kis matiné előadás. Tehát úgy összejön a 35 előadás, és úgy azt se tudod, hogy fiú vagy lány. Na, egy ilyen hónap után mondtam, hogy itt most ennek vége kell, hogy legyen, már nem lehet, szabadúszom, nem csinálok tovább ennyi előadást, de rögtön abban melegébe beleszálltam egy hosszú hajózási rendszerbe, és heteket nem voltam otthon. Tehát nem csak, hogy nem látott a feleségem este fürdetésnél, meg úgy általában napközben, mert dolgoztam, és szinkron, meg mindenféle, hanem még nem látott egyáltalán, mondjuk egy hónapig, mert hogy én valahol Kuala Lumpur, vagy nem tudom minek a magasságába éppen hajóztam. És küldtem a képeslapot, és a gyerekeim, kijött az Avatar film, és így azt látták, hogy látjátok, ő itt az apukátok fényképen. Skype-on János Vitéz meg, szóval, hogy agyament, érted, hogy így tanítod verselni a gyerekedet. Na, a feleségem, visszatérek a sztorihoz. Hazamegyek, gondolod azt férfiként, hogy és most az van, hogy fogtam a talicskát, hazahoztam a lóvét, anya, gyere szeres. Ezzel az állapottal tudod, azért
Akivel nem történt ilyen, annak tök jó nevetni, akivel történt, az meg nevessen ugyanúgy nyugodtan. Na mindegy, elém állt a feleségem, és azt mondta, hogy szia, szeretnék bemutatkozni, én vagyok a feleséged. Ennyi. Betessékelt, leültünk, ettünk, és tudod, amikor itt beég ide egy a bőr pendrive-ba, hogy basszus, 8 éve vagyunk már egy, vagy nem tudom, 9 éve voltunk így házasok, úgy éltük ennek a hullámvölgyét már a házasságnak kellően, de azért nyilván tehát boldogságban, de hát tettük a dolgainkat, és így bemutatkozik neked a feleséged, hogy hello, én a feleséged vagyok. Jó tanács, ezt próbáljátok ki, feleségek, ha van valami. Ha nincs semmi, akkor felejtsétek el, akkor nem is kell. Ha nincs semmi gond, akkor persze. Szerintem a férj részéről azt mondani, hogy eljárni a feleségének, és azt mondani, hogy szia, én a férjed vagyok, ez szerintem ritkább esetben tud előfordulni, mint fordítva. De győzzetek meg, ha nem így van. Hogy van? Szerinted, Szilárd? Ja, értem. Azt mondja, ritkában lenne sikeres, ha fordítva csinálnánk. Na, summa summarum, rájöttem, hogy szóval nem lehet itt 35-ös előadás anszam sorozat után egy hónapra elmenni valahova a dél-kínai tengerre, vagy nem tudom, a karibi térségbe. Nagyon jó, mert Hawaii Digi buli van, de hogy a gyerekeim az avatáromat látják. És behúztam a kéziféket. Na, és a kisfilmben ugye erről volt szó, hogy mi történt egy ilyen úton, egy nyaraláson. Hát körülbelül akkora volt a fiam, mint most te. Te hány éves vagy? 9, nem, 2 éve fiatalabb volt nálad. És nagyon sokat imádkoztam azért, hogy most tényleg mit csináljak. Mert nem volt baj, csak annyi, hogy a feleségem bemutatkozott, hogy a feleségem. Nem volt baj, csak annyi, hogy a gyerekeim nem tárt karokkal jöttek felém, amikor így hazaértem, mert hogy egy kicsit kezdtem idegen lenni így otthon. Nem volt baj, csak nem találtam a helyemet. Igazából nem volt baj, de nem találtam a gyülekezetemet. Persze, tök jó, hogy tele vagy kompetenciákkal, tele vagy talentumokkal, amiket így a Jóisten odaadott neked, és nagyon jó érzés tudni, hogy ez felelősséggel jár, de mit kellene csinálni? És tényleg elég sokat imádkoztunk, és úgymond válságterápiát tartottunk így otthon a párommal, Ritussal. És a gyerekemen keresztül szólt hozzám az Úr, a nagyfiamon keresztül, hogy legyek igenis felelősséggel ezekkel a talentumokkal a tarsolyomban. És gondolkozzak el azon, hogy színészként, amely egyfajta exhibíció, színpad, tudjuk mivel jár, mik a sztereotípiái, de itt van a teológusi végzettség, hogy teológus misszionáriusként, tengerészként. És az a páli levél erősített meg abban, amely pontosabban tehát Pállal kapcsolatos, amikor éppen az efézusi vénekhez beszél Milétoszban, ez az apostolok cselekedetei 20. részében a 24. vers, és egész egyszerűen ez volt a megerősítés, hogy de semmivel sem gondolok, még az életem sem drága nekem, csak hogy elvégezhessem futásomat és azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól kaptam, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról. Nyilván tudjuk, hogy mi ez a történet. Olyan nyilván az Isten élmény és a megtérés élmény másfajta szofisztikáltságban, de egy nagyon-nagyon erős élmény volt. De amikor így ilyen atombomba robbanásszerűen kapsz a szívedre egy elhívást, egy ilyen hívószót, hogy menj, fuss, csináld. Ezt kívánom mindenkinek, és remélem a végén tudunk majd ezért imádkozni, hogyha még van egy kis gondod, hogy az életben mi is pontosan a te elhívásod,
mi is pontosan a te szolgálati területed a gyülekezetben, vagy a családon belül, vagy a munkahelyeden, akkor kapjál ennyire, bocsánat a szóért, de rohadt erős pecsétet arra, hogy menj előre. És csináld, mert támogatlak. Csak végezd el a futásodat. És ebből egész egyszerűen az lett, hogy onnan hazajöttünk, és játszottam már annyi filmben, hogy át lehet állni a kamera másik oldalára is. Lehet végül is forgatókönyvet is írni. És nézegettük itt az ige végén ezt a térképet, amelyet látszódott a videóban is, hogy Pál merre járt vízen szárazföldön, missziós utak, ugye három missziós út, aztán a Rómába szállítás, nyilván mindenki tudja, aki nem az olvasson utána a házi feladat. És egyszerűen kiviláglott, hogy hiszen én ezeken a vizeken már rengeteget hajóztam, meg jöttem-mentem, kis Google search, van-e egyáltalán olyan, hogy vízi zarándokút? Kiderült, hogy nincs. Na aztán, hogy ezt még úgy, egy kicsit még úgy megpakoljam magamnak, gondoltam, hogy hát ez ma olyan divat elmenni egy kicsit kaminózni, na majd én is elmegyek. Elmentem, kicsit gondolkoztam, aztán félbehagytam, hazajöttem, mert hogy azt éreztem, hogy mi a francot vagyok én itt ennyi időt. Gyorsan átbukoltam a repülőjegyet, és hamarabb hazarepültem, hogy hát már tudom, hogy mit kell csinálni, de én nem fogok itt két hetet tökölni, már bocsánat. És mert hogy szárazföldi zarándokút, El Camino, divat, stb., misszió, tudjuk, mennek az emberek. Azt éreztem, hogy nyilván voltak nagyon lelkiek is ott, de ugye zarándokolni, ott amikor kiállítják a zarándok útleveledet, akkor megkérdezik, hogy te miért is vagy itt? Turisztikailag? Sportból? Lelkiekből? Mit kérdeznek még? Ja, történelmi látványosságokat akarsz nézni? Mert még van valami ötödik, nem jut eszembe, mindegy. És hát úgy éreztem, hogy elindultam, persze úton vagyok, de voltak nálam sokkal betegebb emberek. Például találkoztam egy srácok, képzétek el, aki nagyon vicces volt, így oda mentem hozzá, mert láttam, milyen hosszú a szakálla. És én mondom, hogy figyelj már, azért 21-22 évesen tényleg ilyen méteres szakállad van, te ha-hó, hogy? Mikulás akarsz lenni, vagy mi akarsz lenni? És mondta, hogy nem, csak miután elindult, úgy döntött, hogy nem vágja le. Igen, és mikor indultál el? Hát azért olyan gyorsan nem nő az emberi arcőrzet. Hát ott, hogy 3,5 éve úton vagyok. Igen? És így, honnan? Ja, hát Szentpétervár mellől. És így, oké. És akkor imádkoztunk együtt, és akkor végül is tudta a srác, hogy nem igazán tudja, hogy mi lesz Santiago de Compostelában, át kell úszni, vagy mi a nagy vizen, de valami majd történik. De azt gondolta, hogy lehet, hogy átstoppol majd Amerikába valami hajón. És mondtam, hogy persze, csak úgy lehet stoppos hajókat fogni. És na, a lényeg, hazajöttem, és filmes, színházi és kamera egyik másik oldalán ülő emberekkel, barátokkal leültünk, és így elébük tettem ezt úgy, ahogy van, feketén-fehéren fölvállalva, hogy figyeljetek, én nem tudom, hogy mi van, csak azt tudom, hogy Jeruzsálem és Róma között kell, hogy legyen egy híd. És igen. Ja. És hogy Pál apostol nyomába, akkor menjünk, és forgassunk erről filmet, csináljunk erről dokumentumfilm sorozatot. Mai értelemben ez egy ilyen nagyon divatos szó, hogy infotainment. Ez ugye azt jelenti, hogy ilyen, aki már látott Discovery Channel-t, nyilván tudja, ilyen szórakoztatva ismeretterjesztés, hogy ezt így lefordítsuk. És na, hajrá, menjünk, csináljuk. És hát mi volt a legmegkapóbb? Azok a képek, amik a videóban voltak benne, azok konkrétan a 2013-as őszi útunkról készültek, ez fönt is van a neten, az Aquagora alatt. Csomó gyerekbetegsége van ennek a filmnek, nyilván. Szerencsére lejátszott a televízió, angolul is, külföldön, különböző gyülekezetekben. Nagyon jó, dolgozik az anyag. De
Ennek a 2013-as évnek azért megvolt egy nagyon nagy konklúziója, hogy evangelizálni, kultúrevangelizálni nem lehet monitoron keresztül. Ahhoz személyes face-to-face kapcsolat kell. Mert máskülönben nincs. Tehát, hogy az már ilyen, kik voltak ezek a tévében, ilyen távgyógyítók, vagy ilyen tévégyógyítós, vagy nem tudom. Tehát, hogy az valami teljesen más irány szerintem. És tehát valami miatt maga az anyag, a film, az önmagában nem érte el se a tévében, se a YouTube-on azt a fajtát, hogy emberek tömegesen megtérnek, és nyilván nem is ez volt a fő cél, de hogy így nem. Ellenben magával az anyaggal elmenni, és evangelizálni, és arról beszélgetni, és közönségtalálkozók, személyes találkozó, na ott már tényleg ott volt az Úr, és nagyon sok segítséget adott ehhez. Úgyhogy nem is átallottunk, próbáltunk 2014-ben is elmenni egy kicsit Pálnyomába, és missziós területeket bejárni. Na most a 2014-es évnek az lett a tapasztalata, igazából csak hárman mentünk. Nagyon örültem, hogy így voltunk hárman. Egy református lelkész barátom, nagy tiszteletű úr Nyáregyházáról, illetve édesapám. Mert hogy, és itt jön egy másik személyes kis vallomás nektek, hogy azzal, hogy elkezdtem az Úrral járni, én nekem rendbe jött a családom. Tehát ezt nem akarom se szebben, se csúnyában, csak ilyen egyszerűen szeretném mondani. Én azt érzem, hogy újra szerelmesek vagyunk a feleségemmel egymásban, és a gyerekeim boldog gyümölcsei a házasságunknak, pont. És hogy tavaly 2014-es édesapám, 18 évig, amíg én Szolnokon éltem, édesapám részt vett nyilván az életünkben, de amit így otthonról hozol, Frauhaus, nem esik messze a gyümölcs a fájától, ő azt gondolta, hogy pont elég csak keresni a pénzt. Egyik másodállás, másik másodállás, harmadik másodállás. A főállása mellett volt, hogy édesapám 3 másodállást vitt. Gondjaink nem voltak anyagi értelemben, de édesapám nem volt jelen. Nem volt igazán apai ölelés, nem volt apai focizás. És én, ez is egy folyamat volt nekem, már az Úrral járással, hogy meg tudjak bocsátani édesapámnak, hogy ő nem volt úgy jelen, mint ahogy én jelen szeretnék lenni a gyerekeim életében. De ezt akkor vettem észre, és akkor jöttem rá az életemben, amikor én is kaptam a visszajelzést a feleségemtől, hogy ha-hó, nem vagy jelen a gyerekeid életében. Nem vagy jelen az én életemben. Érted, hogy mit akarok mondani? És édesapámmal, borozgatánk apámmal, hívott a jó öreg, nagyon édes, szoktunk borozni a papával. Nem részegeskedünk, de most már eljutottunk oda, hogy az Úr segítségével meg tudtam neki bocsátani. És ő is ezért bocsánatot tudott kérni tőlem. És ma már, így felnőttként, úgyhogy ő az unokáival szemben már pótolja azt, amit amúgy velem nem tudott, illetve minden alkalmat ő is megragad, meg megragadunk együtt, hogy tudjunk időt együtt tölteni. Igazi együttlétben. És így a papa amúgy ott volt a 2014-es úton is, mert mondta, hogy fiam, én nem tudom merre mész, és nem tudom hova mész, de ha te leszel a kapitány a hajón, és te mondod, hogy merre az előre, én arra megyek. Na ezt mindenkinek kívánom. Hogy amellett, hogy az édesapját szereti, hogy újra megtanulja szeretni, kapj egy olyan visszajelzést, hallott tőle, hogy
Igaz, hogy az apád vagyok, fiam, de te vagy a kapitány. Oké, a hajózás az egy külön mesdje, mert irányított demokrácia, azaz hierarchia van a hajón. De az én édesapám, képzeljétek el, aki 2 hét pányomába hajózás után azt mondja 5 napra rá, hogy hazajön, és fölhív, hogy fiam, én még az utolsó hétre visszamennék. Mert most hozzáteszem a történetet, hogy soha életében nem volt még vitorlás hajón. Nem jutottunk el 2-en arra a szintre, hogy ő eljöjjön, levetkőzze úgy a büszkeségét, vagy én levetkőzzem úgy a büszkeségemet, hogy merjünk és tudjunk együtt hajózni. És a papám volt az, aki ült a hajó orrában, 4 métereket leföl, így, ő elfoglalta a skipper kabint, a kapitányi kis kabint így a hajóorban. Ő volt az, aki amikor ő volt konyhaszolgálatban, akkor a legtisztább, legtüchtigebb volt a konyha. Tehát nőket megszégyenítő módon tudott mosogatni, és rendet tenni a konyhában. És amikor így vége lett az útnak, tudod, vannak olyan pillanatok, amikor úgy nem nagyon tudsz mit mondani. Tehát, hogy... Amikor a szó bennakad. Ez volt az egyik legfontosabb ügye annak, és bizonyítéka annak, hogy jó pál nyomába hajózni. Majd tavaly mondta, hogy oké, nem hajózunk, sok minden miatt nem jött össze a hajózás, ezek most részletkérdések, viszont azt mondta, hogy menjünk. Fiam, mit nem csináltunk még együtt? Nem aludtunk még sátorban együtt? Hát tényleg nem. És képzeljétek el azt az állapotot, amikor így azért mentünk el, hogy az idei útra bejárjuk a terepet. Tehát ilyen terepszemle, ott a görög vizeken, Atén, török részen, Efézus, Milétos, Patmos, ahol János apostol ugye írta a jelenések könyvét, bejártuk hajóval, mentünk a lelkész barátommal, de mondta a papa, hogy ő is jön. És első este megérkezünk Aténba, leszállunk a repülőről, és így a papa előhúz egy ilyen zsebkendőnyi méretű sátrat, és azt mondta, hogy na ez az ő meglepije, az Akropolisz alatt valami, nem tudom, ilyen park részen így azt mondta, hogy akkor fiam, gyere, mutatok valamit, fölállított komolyan egy ilyen 50 centi széles, 1 méter 60 hosszú sátrat, azt hittem valami matchbox sátor, és azt mondta, hogy na itt fogunk aludni, fiam, együtt. Tök jó. Nem azért nem aludtunk sokat együtt, mert ő nem horkol, tényleg nem ezért. Iszonyatosan horkol. Nagyon fáradt, és mindig nagyon fáradt volt. De azért egyszer-kétszer aludtunk jót együtt. De volt, amikor azt mondta, hogy fiam, hagylak a sátorban aludni azért, hogy én egy kicsit kipihenjem magam, mondta ő, a függőágyban. Mondom, hát ez nagyon jó, papa. Na mindegy, ez csak egy bizonyíték ugyanúgy arra, hogy azok az elvesztegetett pillanatok, vagy elvesztegetettnek tűnő pillanatok, akár ha még élnek a szüleid, és bízom benne, hogy élnek, minden emberi kapcsolatot, még az ilyen nagyon nehéz szülői kapcsolatot is meg tudja gyógyítani, szülő-gyerek kapcsolatot is meg tudja gyógyítani az Úr. Tényleg. Ez egy erős bizonyság. Na, de beszélek az idei útról, mert hogy most jöttünk haza nem régen, különben. Ez az első alkalom, hogy én erről beszélek. Tehát kérlek, nézzétek el nekem, hogy én nem a nagy profi slideshow-t hoztam, meg nem azokat a képeket, amik aztán éppen beszélnek magukért. De Szilárd, 10 percen van még. Lehet ez 20 perc? Ha valakinek nagyon unalmas, amit mondok, szabad a gazda, ki lehet menni nyugodtan ásítani, pisilni, WC-re, inni, pohárvíz, stb. Jó? Én nem sértődöm meg, hogyha nagyon unjátok, be is lehet aludni, majd fölébresztünk utána titeket, és majd írásban megadjuk, hogy miről volt szó. Elnézést kérek a csúnya szavak miatt. Szóval, hát annyit tudtunk, hogy idén megyünk Rodosztól Patmosig és vissza. Hogy ezt tudjátok, merre van, Rodosz, azt tudjátok, hogy hol van nyaralási célpont, Görögország, Törökország egészen, tehát Krétától északnyugatra fölfelé.
vitorlás hajóval, megyünk, zarándoklunk, megállunk különböző helyszínekre, ugyanezt visszük. A fedélzeten 11 férfi ember, lelkész, ökumenikus a csapat, van baptista, van református, van katolikus, van piarista, kecskeméti piarista gimnazista is volt, tehát hogy bármint aki itt végzett, mindenféle ember, abszolút nem hívő, aki eljött például, képzeljétek, fedélzett orvosnak, azt mondta, hogy hello, itt vagyok, katolikus vagyok, igaz, hogy nőgyógyász vagyok, de akármilyen sebet ellátok. Mondom, hát ez nagyon jó lesz, figyelj. Állandóan azzal jött, így ült, nem akarom a nevét mondani, mert úgyis ki fog derülni, de teljesen mindegy, ült, és azt mondja, hogy hát, többiek ügyelnek, műtenek, és egy vicc jut eszembe, hogy bemegy a nőgyógyász a kocsmába, és mi az első mondata? Végre arcok. Na mindegy, egy ilyen srác, tényleg agyament, tehát mindenféle ember azért a fedélzeten, de hogy megyünk és szolgáljuk az Urat? Húha! És minden nap áhítatot tartottunk reggel este, így néz ki ez nagyjából, amúgy a hajón beosztás van, konyhaszolgálati beosztás, főzés, tehát kicsit olyan, mint hogyha, tehát fönn voltunk, ja, hogy még ez egy necces, képzeljétek, egy 8 fős hajón voltunk 11-en. Úgy, hogy a NASAD, ezek a határőr hajók állandóan ott ellenőrizgettek. Tehát minden nap azért kellett imádkozni, hogy a maximum befogadó képességünkhöz képest itt vagyunk hárman, akik még így bejelentkeztek, lásd orvos, lásd egy másik srác, hogy de neki ott kell lenni, érzi. Jó, tehát nem voltak fönt az utaslistán, tehát játszottam egy kicsit a megmondom őszintén, a nem csak hogy a license-e, hanem azzal, hogy ebből még akár börtön is lehet. Na a lényeg, azt tudtuk, hogy ott Rodosz, Kosz, ezek a szigetek ott egymás mögött vannak, Patmosz, ugye Patmoszra volt János apostol száműzve, és ott jelent meg neki az Úr hangja, Pálhoz ez semmi köze, de azt gondoltuk, hogy mégiscsak menjünk el, mert az utolsó időket éljük, és ez egy a görög egyház szempontjából egy nagyon fontos zarándokhely, a fő zarándokhely különben Görögországban, Pátmosz szigete. Jó, de elmegyünk vissza, akkor kitaláltuk ott az út elején, hogy na most mi nem a hajóval fogunk átmenni Efézusba, ami az egyik legköltőibb, legszebb levele azért Pálnak, mert a problémák miatt, a migráns problémák miatt egy nap karantén, behajózás előtt, visszahajózásnál megint egy nap karantén, hanem azt majd külön rendezzük Ázsiából. Na de hogy csak egy-egy sztorit meséljek, képzeljétek el, elfoglaljuk a hajót, elindulunk, mindenki ott van, tudjuk, hogy mit teszünk másnap, bevásároltunk, víz, kaja, elindul a... Biztos láttatok már tenger alatt járó legénységről valami filmet. Tehát úgy képzeljétek el ezt a hajót, hogy tehát amikor mondjuk el akarsz menni a hajón, egyrészt 8 személyes, és fönn van 11, ekkora férfi, akkor így... Előről, hátulról jövök, tehát hogy olyan, ne értsétek félre, szoros testi közelségek is voltak, amely a háromnapi tesztoszteron izzadság szag után azért von némi kívánnivalót maga után, pláne úgy, hogy a hajón lévő kettő zuhanyból az egyik elromlott, gajra ment. Úgyhogy, na szóval megvolt a szagmilliója is, azt hiszem, a hajónknak. De... Hogy komolyra tereljem a szót, annyit tudtunk onnan, mi megyünk, itt már jöttek a híresztelések, hogy keleti pályaudvar, nyugati pályaudvar, migránsok jönnek, sokan vannak. Rodoszon igazából, mikor indultunk, nem láttunk egyetlen egy bevándorlót sem. És első nap Szimiig jutottunk, Szimi szigete, ez Rodosz és Törökország között, igazából olyan 10 mérföldnyire van a török partoktól. Egy gyönyörű sziget különben, de csak az, Pál nem álltott meg, csak nem tudtunk tovább menni. Első nap azért nem hajózunk egy pár óránál többet. És képzeljétek el, hogy megyünk befelé az öböl felé, egy ilyen U alakú öblöt, magas hegyekkel, színes házak, így képzeljétek el. Majd jön a slideshow-n, és azt látjuk, hogy az öbölnek a bejáratánál ott van két NASAD, ilyen határhajó, ez a határvédő hajó, és közte egy halászbárka-szerű valami. Így közre fogják, így a két hajó az orrával,
És nagyon sokan vannak azon a hajón. Na gondoltuk, hát itt biztos van valami balhé most. Már rögtön behívott rádión az egyik NASA-nak a parancsnoka, ilyenkor a protokoll az, hogy messziről ki kell kerülni, mondta, hogy kerüljen minél messzebbre, aztán hajtsak be, menjek be és kössem le a hajót. Ezt csináljuk, amikor azt hallottuk, hogy mintha ilyen petárda lövés. És pont kérdezte az egyik srác a fedélzet, hogy mi petárdáznak itt most színibe a tiszteletünkre? Mondom, persze, a tiszteletünkre itt biztos petárdáznak, de csak ennyi. Puff, 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 ennyit. Meg kikötöttünk. És ugye ilyenkor még annyi a protokoll, hogy hiába van görög lobogójú hajó, de határ mellett vagy, csak a kapitány szállhat le először, akkor viszi a dokumentumokat, utaslistát, stb. Ott van 11 ember, én meg megyek csak 8 igazolvánnyal, tehát para, cidri. Meg megyek a 8 fős utaslistával, sejtettük, hogy túl nagy probléma ebből nem lehet, de hát azért benne volt. Megyek a kikötőkapitánysághoz, csak én szállhatok le, a többiek addig még a hajón, intézem a papírdolgokat, meg kérdezi tőlem ott a rendőr, határőr, hogy mit láttak. Nem láttunk semmit. Mit hallottak? Betárnáztak. Jó. És akkor minden rendben, papír jó, aláírta, hú, nem vették észre, hogy 11-en vagyunk, nem 8-an. Megyek vissza a hajóra, és akkor tőlünk, tehát a hajó így kikötött, majd látszik a képen, és tőlünk egy olyan 20 méterre éppen elkezdenek így, én ezt csak úgy tudom, nem tudom a nyelv, tehát nyilván így sirató asszonyok így elkezdtek ott egy test fölött, amit már előtte lehoztak a hajóról, sírni. Hát síratták. És nem is tudtuk, hogy mi van. Tehát mindenki parázott, akkor néztük az internetet, de hát olyan gyorsan még nem. Na akkor ott mi azért imádkoztunk, hogy na hát nekünk onnan, most nem az a dolgunk, hogy mi egyfajta MTI összekötő, tudósítói feladatot lássunk el, mert mi nem ezért jöttünk. Sőt, nem akarunk egyáltalán úgynevezett, hogy mondják ezt, katasztrófa turizmus, vagy katasztrófa fotózás, tudod, amikor így lefotózott, hogy ott egy halott. Tehát ezt így pont nem. És másnap, amikor már elindultunk, akkor jöttek ki ugye azok a hírek, nem tudom, hogy ezt ki hallotta, hogy ki olvasta, hogy a Cimi szigeténél, ebben, ami nem petárdázás volt, hanem az egyik embercsempész kiragadta a határőrnek a kezéből a fegyvert, ott volt egy kis dulakodás, és 4 lövés eldördült, és az egyik lövés a hajón lévő egyik gyereknek, 17 éves gyereknek a nyakába ment bele, és szörnyet, ott meghalt. És ez volt úgymond az egyik ilyen halálos áldozata a Törökországból szinte ellenőrzés nélkül a bevándorlóknak a kapcsán. Na hát erre azt mondtuk, hogy hát akkor Kosz az még közelebb van Törökországhoz, akkor nem erről kerüljük a szigetet, hanem emerről. Jó, megtetjük, mert erre fordítjuk a kormányt, és nem erre fordítjuk a kormányt. Illetve, hogy hát mit segítsünk? Tehát hogy tudsz ebben az egészben egyáltalán segíteni? Nagyon sok a vízen az volt a döbbenetes, hogy a hírekben azt láttuk, hogy nap mint nap Bodrumban ugye a család, a fodrász apuka, akinek szörnyet halt a felesége, meg gyereke és a kisfiút kiszedték, és többen hajók ott elsüllyednek, meghalnak, van egy csomó, hogy nincs is igazából regisztrálva, vagy nem is tudnak, hogy ott éjszaka a zöld határon hogy jönnek át. Na ebben a térségben mész a hajóddal, bár mi nappal mentünk direkte, nem éjszaka, hogy nehogy valaminek, valakinek szerencsére neki menj, mert nem látsz semmit a vizen. Hát nagyon egyik reggel a lelkészem, a Németh Laci, aki a délpesti Golgotában a lelkész, akinek én a segédlelkésze vagyok, ő is úgy azt mondta, hogy angyalokat fogtok vendégül látni. Ezt az igét kapta. És nagyon, amikor így ezeket a lélekvesztőket látod, hogy tényleg utolsó mencsváruk az, hogy egy kis úszógumira, vagy egy strandmatracra, vagy egy nem tudom én mire, egy hungarocell darabra talán fölkapaszkodva is át tudnak jutni. Hát sokan nem tudnak átjutni, megfulladnak. Hát Patmosba elérve,
Nagyon sok. Tehát nagyon, nagyon erősen interkulturálisan, nagyon sok zarándokkal találkoztunk ott. És nagyon sokan azért imádkoztak, hogy tényleg ebben az utolsó időben, amiről tudjuk, hogy az utolsó időket éljük, bár csak az Úr tudhatja, hogy mikor van a vége, nyilván. De hirtelen azt az interkulturalitást, amelyben népek, különböző népek, különböző ajkú népek, bent egy görögkatolikus, szent zarándok helyen, nyelveken beszélve, együtt imádkoznak azért, hogy a világ jobbra forduljon az Úr segítségével, azért az döbbenetes. Döbbenetes. Aztán még egy-két alkalommal akkor ott mondta, minden nap mentünk, vettük amúgy a református aznapi ige szakaszokat vettük mindig, tehát a bibliaolvasó, a református bibliaolvasó kalauz alapján mentünk a Norbi Tiszi lelkivezetése alatt. Ő volt a tábor, vagyis a hajólelkész. És arra jutottunk, hogy igazából milyen jó, itt vagyunk valójában az iszlám közelében. És Pálma mi csinálna? Mert hogy a 2014-es útnak Efézusban látva a köveket, látva a... Tehát most való igaz, hogy az Urat háromféle módon lehet nagyon megismerni, közel kerülni az Úrhoz. Ugye az egyik, az a történelem megismerése által. A másik, a természet hatalmasságával is megismerése által. És ugye az utolsó, de egyben legfontosabb, a lelki ismeret által. És ott ezeken a... Én ezt csak igazából halott kőhalmaznak hívnám ma. Nagyon szép, nagyon fantasztikus, hogy látod azt, hogy ez volt az ókori világnak az akkori központja és a világ hetedik csodája. Igen. De szembesülni azzal, hogy ma egy János barlangban sokkal inkább közöttünk van az Úr, mint sem egy ilyen üres kőhalmazon, és lett legyen az Efezus, nevezzük, ahogy akarjuk, ahol magukat amúgy, én nem tudom, hogy hívőnek, nem hívőnek, de valamilyennek mondó emberek inkább azt fotózzák, hogy a macskának sikerült-e megtisztálkodni az alsó fertáján, vagy sem. És nem arról beszélnek, ott egy, tehát nem történt, belehallgattunk például idegen kísérőknek a szövegébe, és ilyen két-három mondat hangzott el arról, hogy Pál is járt itt. Meg amúgy az efézusi levél az egyik legköltőibb és legszebb és legmarkánsabb összefogott a páli levél. Hogy ma ez nem üzenet. Visszavittük a hajót. Most egy kis slideshow-t hadd kérjek. Attila, légy szíves, kapcsold be, és akkor utána áttérek Ázsiára. Hogy csak kicsit pihenjünk. Ő volt a hajónk itt középen. Ez világít, vagy nem világít? Így, és mit nyomok rajta? Ezt? Itt van. Na, ő volt a hajónk, tehát nem egy oltári nagy. Ez Rodosz. Rodosz óvárosa. Ki volt már Rodoszon? Na, egy páran. Hát akkor így látjátok, ez itt, ez az egész nagy, az úgynevezett Mandraki kikötő. Itt álltunk, ez volt az egyik hajónk, Lorena, azt hiszem ott éppen én alszom, én mindig itt kint alszom. Ott az a srác, aki alszik, ő egy kecskeméti piarista gimnazista volt srác, ő az, aki ott van. És most nyomom a másikat, vagy hogy, melyik irányba kell ezt? Így. Nem? De. Na, itt van, ez Simi. Itt a... Jaj, bocsánat, rosszat nyomtam. Hogy kell ezt kezelni? Így jó, oké. Itt van az óratorony, és nézzétek meg, ide pakolták ki azt a 70 menekültet, akik semmi nincs itt, van egy ilyen kis, nem tudom, ilyen kis kerítés, ami az óratoronyhoz tartozik, azt jó napot kívánok, és itt álltak
Ez nekünk a kijövetelünkör volt, itt álltunk ezen a helyen a hajóval. Ez a csapat, hogy bemutassam az idei csapatot. Ez egy érdekes szigeten van, Nisziros szigetén, amelyről szintén ír az ige, ami a maga szagával volt az akkori időben egyfajta világító vagy szaglótorony. Ezen a szigeten a mai napig működő ilyen kén, gőz, állandó, füstölgő kis vulkánocska van. Elég komoly záptojás szag van az egész szigeten. Hogy a csapatot lássátok, nem, rossz gombot nyomok, most megint, igen. Tehát ő volt a hajólelkész, ő a Norbitiszi, ő az ő presbitere, ő a lelkészünk a délpesti Golgiban, Laci, ő a Tibi, kecskeméti srác, volt piarista. Dani, ő fiatalkora ellenére egy nagyon komoly vitorlás múltal rendelkező srác már. Balázs, Sote, nőgyógyász, főorvos, hajóorvos. Előd a romániai magyar televíziónak a, mondjuk azt, főnöke. Péter, ő egy igazi zarándok. Szerintem ő is örül ennek a jelzőnek. Zoli, ő pedig egy hajóstárs, aki úgy, és egy srác hiányzik, elődnek hiányzik a tesója a képről, mert ő eltévedt ezen a szigeten, ahol egy falu volt, de eltévedt, mindegy. És a Zoli, ő pedig hajóstárs, aki igazából azt mondta, hogy szeretne eljönni, mert annyi sok céltalan hajózáson vett már részt, és milyen jó lenne végre nem csak A-ból B-be, hanem céllal A-ból B-be hajózni. Mielőtt Ázsiára térnék, egy kis fényt hadd kérek vissza. Az angyalokat fogtok vendégül látniból kiindulva. Azt tudtuk, hogy persze bemegyünk Ázsiába, és ott evangelizálunk, és szólunk majd az emberekhez. Mert hát hiszen itt vannak már a muszlim hívők. Eddig ők nem voltak befogadóak, de mégis ennyire itt vagyunk a közegben, és tudunk szólni. És szóltunk, nagyon nehéz volt a nyelvet kommunikálni. Nagy hiányosságunk volt, hogy nem volt velünk törökül beszélő ember. Angolul meg nem annyira jól tudtak. De az Úr azért szólt. Viszont, hogy mennyire kegyes az Úr. Az út végén a Szentpálöbölbe, Rodosz régi fővárosa Lindosz alatt van a Szentpálöböl, ahol amúgy Pál a csapatával, mikor hajózott már vissza a második missziós útjáról Jeruzsálembe, ott kötött ki. Mi is ott voltunk, ott tartottunk egy áhítatot, és egyszer csak előáll a doki srác, hogy hát én nem tudom, én katolikus vagyok, de nálunk ez nagyon nem szokás, de hogy figyelj, soha nem merítenél be? Most elmondom még egyszer, tehát katolikus a srác, és be akart merítkezni. Erre Dani is, meg nem a nevek a lényeg, de többiek is, hogy ja, de hát az tök jó, valaki azt mondta, az tök buli, én is. De akkor már engem is létszi. És tehát amikor így abszolút fogalmad nincs arról, mert tényleg Isten útjai kifürkészhetetlenek, hogy jó, Uram, hát ezt kell tenni, azt ezt kell tenni, hát most nincs mese. Lementünk így a vízbe, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kellemetlenül meleg volt a víz, és megtörtént. Bemerítkeztek egymás után, nyilván lelkészi segítséggel is, és a strandon ott ülők, mert hogy ott volt egy olyan 80-100 napernyő, mert hogy ez egy turista látványosság, kristálytiszta vízőből, na hát akkor milyen jó. És így látták, hogy itt vannak valami ufók, akik így merítgetik be víz alá az embereket.
Szent Pál templom, Szent Pál öböl, hát ti mit csináltok itt? És hát akkor este még itt sok dolga volt. Ott egy-két lelkésznek kis lélekgondozás címén. Találkoztunk magyar turistákkal, találkoztunk ott menekültel, ahol a legkevésbé gondoltuk, hogy találkozunk menekültel. Találkoztunk angolokkal. Találkoztunk, aki újra azt mondta, hogy nem ciki újra bemerítkezni. Volt valami ilyen német protestáns gyülekezeti házaspár. Tehát ezt a legkevésbé gondoltuk volna, hogy ez lesz az utolsó napunkon ott. Na, de hogy Ázsiára tereljem a szót, azt gondoltuk, ugye letettük a hajót, és még volt 3 napunk. Átmentünk Rodoszról Marmarisba, és onnan föl Efezusba, akkor átmenni, megnéztük a laodíciai gyülekezetet, ugye, ami a Jelenések könyve és a 7 gyülekezet egyike. Azt az ókori ásatást is, ugye, Galátát, akkor ugye visszalementünk, és azt gondoltuk, hogy egy csomó-csomó migránssal fogunk találkozni. És egyetlen egyen nem találkoztunk. És ez olyan nehéz volt így, 2 napig ezen vívódtam, hogy de hát uram, hát itt vagyunk. Hát azért vagyunk. Itt vannak ezek az emberek, akikkel az, tényleg lehetne hozzájuk beszélni. Ez még a rodoszi Szentpálőből előtti 2 nap, amiről beszélek, vagy 2,5-3 nap. De hogy így bennem voltunk, hogy de most akkor hát hol vannak? Mentünk rá, bementünk Bodrumhoz, hogy hát akkor hát a hírek azt írják, hogy hát itt vannak. Nem engedtek tovább a rendőrök. Jó, hát nem fogunk itt erőszakoskodni. Nincs szertifikációnk. Akkor megoldottuk, hogy majd a Magyarországi Református Egyház is hoz majd ide különböző gyógyszerszállítmány, stb. Nyilván kapcsolatfelvétel az történt, de hogy így láttuk a híreket, hogy az M5-ös autópályán, meg az 5-ös úton sokkal több bevándorló sétál, mint amit mindenhez miért nem láttuk. Hol vannak itt ezek az emberek? És ezzel a fura állapottal, de egy jó értelemben vett stand-by állapottal így megérkeztünk, és azt mondjuk, jó, hát itt vagyunk még most így hétfőn, hát uram, csinálj valamit, vagy használj valamit. Végülis nem hajóval mentünk oda Szent Pál öbölbe, hanem akkor bérlünk egy kocsit, és akkor elmegyünk, megnézzük Szent Pál öböl, jó? Na és erre jöttek ezek a megtérések. Ott az öbölben. És bemerítkezések. Úgyhogy kérhetem egy kicsit a segítségedet, Jonathan. Köszönöm. Nagyon, nagyon sokat tudnék még beszélni, de félek, hogy unalmas vagyok, és késő az este már. Annyit szeretnék még mondani itt a végén, hogy ha csak egy picit is te úgy érzed, hogy ma itt, ezekhez a sztorikhoz, ezekhez az ügyekhez van egy pici kapcsolódási pontod. Neked is volt már bajod a pároddal. Neked is van bajod azzal, hogy a főnöknek nem mindig mondtál igazat. Gyerekeddel lehet, hogy van egy kis gond. Nem vagy olyan jó apa, amilyen szeretnél lenni. Hogy egy kicsit úgy félsz. Nincs igazán barátod, akivel meg tudnád a legmélyebb titkaidat beszélni. Az iskolában lehet, hogy egy kicsit érzed, hogy többet kéne befektetni, de jobban oda kéne tenni magad, de nem tudod, hogy hogy. Tehát ha van olyan kérdésed, hogy hogy, mert úgy érzed, hogy egyedül vagy, egy picit, akkor csak szeretnélek megnyugtatni, hogy nem vagy egyedül. Nem vagy. Az Úr az veled van. Veled van, és szeret téged. Szeret téged, és mosolyog rád. És azt szeretné, hogy te is mosolyogj ő rá. És építs a kapcsolataidon, de elsődlegesen építs a kapcsolatodon ő vele. Vigyázz rád,
kézben tart, és fölemel téged. Köszönöm, hogy te vagy. Köszönöm, Uram, hogy az életedet adtad értem, és hogy elvetted a bűneimet. Uram, köszönöm, hogy itt lehettem. Kérlek, vigyázz ezekre a drága jó emberekre. Kérlek, te építsd őket. Jelenükben és jövőjükben. És kérlek, te adj nekik bizonyságot, amiben létedről és ahol létedről. Köszönöm. 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 Jézus drága szent nevében imádkoztam.